Szevasztok! Nekiállok a 372-nek. Méghozzá a Big Bore hengert fogom szétfaragni, meg felhelyezteni. Már ha sikerül, valahogyan ezt, ugye ez így lesz össze hegesztve, és ez megy a hengerre. Ezt kell valahogyan ide rávarázsolni, úgyhogy elsősorban itt ezt a csonkot levágom, mert ez nem kell nekünk. Ezzel meg is vagyok. Aztán ez fog ide jönni. Ugye még az egyik bordát majd le kell marni, de azt még egyelőre nem bántam, majd amikor telibe lesz ragva, akkor le lesz marva az is pont síkba. Úgyhogy most kell agyalnom valamit, hogyan legyen. Van itt egy olyan gond, ugye a hengertalp csavarok, azok nekem itt útban vannak, ahol itt telibe kell raknom a felületet. Szóval azt találtam ki, hogy vágtam két ilyen hasábot, amit kifúrtam, és ez lesz ide beegesztve. Így megemelem a csavar helyeket, és kapni fog hosszabb csavart. Úgyhogy rakok bele ide két csavart, aztán megpróbálom oda hegeszteni. Így néz ki, rámonnyantottam, ahogy tudtam. Aztán most még ide vágok be egy darabot, amit ugyanúgy rá fogok hegeszteni. Aztán meglátjuk, mi lesz. Na, meg lett taknyolva ez is. Megyek, síkba marom, aztán ahol kiukadott, még majd felrakom hegesztővel, meg ugye még ki kell alakítani a szívónyilást is. Utána is gondolom lehet majd hegezgetni. Úgyhogy megyek marni. Na, síkba martam. Aztán ez itt kiesett, mondjuk nem is baj. Tudtam, hogy ez lesz. Újra begyökölöm, aztán végighegeztem, aztán megint lemarom. Plusz még kialakítom majd a nyílás szélességét. Ott is lehet, hogy újra kell majd hegezgetni. De úgy néz ki, jó lesz. No, nagyjából lemartam, de még hegezgetni kell. Meg kiszélesítettem. Igen, így van. Kiszélesítettem a flansra a szívónyílást. Aztán ugye itt kiukadt, de ugye ezt még hegezgetni kell. Hegeszteni, rotorozni, mindaddig, ameddig jó nem lesz. Úgyhogy megyek vissza. Meghegeztem még ezt, aztán faszán kirotorozom. Na hát konkrétan el is készült. Kromréteg a helyén. Úgyhogy fasza lesz. Aztán kifúrtam ezt a plansot. Átjelölöm a furatokat. Aztán rakok bele menetet. Aztán még rá kell igazítani a nyílásra. Aztán konkrétan kész. No, ez is megvan. Felhegeztem rá ide szépen a házat. Aztán kész is. Összehegeztettem ezt is. Meg kapott meneteket erre az oldalra. A nagy kapkodásba így a végére nekiálltam hatossal kifúrni. Az egyik már helikoilozva van. Úgyhogy azt hiszem, hogy abba kell hagynom mára. Na, aztán összeállítom. Megnézzük, hogyan néz ki. Mit sikerült összehozni.
Így tömítések nélkül. Hát meg ilyen apróságok vannak. Illetörések, stb. Síkfelületeket még síkba hozni. Nem tudom, hogy ezek a furatok jók lettek-e, de remélem. Talán igen. Tudom meg. Na. Két csavarra felettem a blokkra. Talán ezek a forratok is jók lesznek. Hogy jók lesznek, ja. Elvileg ez valahogyan így lesz. Hozzá. Pont nem ér hozzá. Fasza. Ekkor fel is ütközik a karbja, itt a tankon az. Nem érdekes. Következő lépés pedig az lenne, hogy összehozzam a karbit a gázkarral, de van itt egy olyan probléma, ugye a karbinak a súberének az útja az hosszabb, mint a gyári gázkar, amit megtesz. Mutatom is, itt már bejelöltem filccel, eddig mozog, ugye teljesen kihúzott állapotban. Olyan 26 mm környékét mozog. Míg a gyári, azt is bejelöltem. Az 15 mm-t. Aztán valami áttételt kell még ide összehoznom, hogy teljesen ki tudjon nyitni a Schuber. Ezen kell még agyalnom valamit. Meg kell hozzá beszereznem bobdent, meg bobden végeket, stb. De ezt majd a következő részben. Aztán utána majd a henger lesz átalakítva, meg lesz portolva egy picit, plusz még a két felömlő bele lesz faragva a szívó oldalra. De ez majd a következő részben. Úgyhogy
szerzek be hozzá még cuccokat, ami kell az átalakításhoz, aztán majd jövök a következő résszel. Na, szevasztok!